How many mountains to get some confidence? How many debates to earn? Sziasztok! Ez a hónap a nyári készülődésről szól a csatornán. 4 videót láthattok a témában, ez a 3. rész. Tartsatok velem! A júniusi első videó a szörtelenítésről szólt, a második a hajápolásról, ma pedig különböző kozmetikumokat és sminktermékeket fogunk együtt tesztelni. Az elmúlt napokban, hetekben beszereztem néhány igazi nyári terméket, és arra gondoltam, hogy próbáljuk ki őket együtt. Ennek kapcsán megmutatom nektek az aktuális arcápolási rutinomat, és egy laza, könnyed nyári sminket is elkészítek, mert úgyis rég volt már ilyen. Természetesen nem lesz mindegyik termék újdon, de amelyik az, annál egy picit jobban elidőzünk, és pontozni is fogom őket a tapasztaltak alapján. Vágjunk is bele! Years pass, I'm still the same. What will it take? Why the way? Up and down. Az arcomat már megtisztítottam, úgyhogy jöhet a tonik. Mostanában elég sok Bilenda terméket használok, ez egy lengyel márka, aminek a professzionális készítményeivel a kozmetikusom is dolgozik, és ő rendelt számomra néhány a bőrtípusomnak megfelelő terméket. A tonik után egy szintén Bilenda C-vitamin szérumot fogok használni, amit mindig nedves kézzel ütögetek bele a bőrömbe, illetve nem maradhat el a szemkörnyékápoló sem. Jöhet az arckrém, amivel el is érkeztünk az első újdonsághoz, ez szintén egy Bilenda termék, a leírása alapján ez egy mattító hatású nappali arckrém, ami C-vitamin és zöld teakivonatot, valamint teafaolajat is tartalmaz, antibakteriális hatású. A leírás alapján a krém kiegyenlíti az elszíneződéseket, összehúzza a pórusokat és csökkenti azok láthatóságát. Hidratáló és kisimító hatású, csökkenti az akné kialakulását, és jelentősen javítja a bőr megjelenését és állapotát. Hát ez mesésen hangzik, mint hogyha nekem találták volna ki, úgyhogy próbáljuk is ki. How many right turns to reach some kind of goal? How many dressing up for me to play some ball? De jó illata van. Seasons change, still the same rain. Valóban egy nagyon könnyed krémről van szó, a bőröm valósággal beszívta magába, nagyon jó érzés volt felvinni az arcomra, és az illata az valami zseniális. Ami a hátránya, az szerintem az, hogy nincs benne fényvédő, ami szerintem egy nyári krémtől azért manapság már elvárható lenne. Viszont ami miatt ez számomra mégsem jelent egyértelműen rossz hírt, az az, hogy az én rutinom úgy alakult ki, hogy az arckrém után vagy BB krémet, vagy alapozót szoktam használni, ezekben nekem mindegyikben van fényvédő. Ha viszont nem használok BB krémet, vagy alapozót, akkor előnyben szoktam részesíteni az 50-es fényvédőt a bőrhibáim miatt, és a tapasztalataim szerint elég ritka az olyan nappali arckrém, ami 50-es fényvédőt tartalmazna. Egyébként szerintem 10/10-es lenne ez az arckrém, de mondjuk, hogy emiatt az egy hátránya miatt 10/9. Tehát akkor lássuk az idei választásomat a fényvédőt tekintve, ami szintén újdonság lesz a készletemben. Ez nálam egy sarkalatos kérdés, ugyanis elég zsíros a bőröm, és fényvédőket használva még gyorsabban zsírosodik. Idén egy Clinique terméket választottam, azért ezt a márkát, mert egyetlen alapozó létezik, ami képes kordában tartani a zsíros bőrömet, ami szintén klinikes, ezért úgy gondoltam, hogy adok ennek egy esélyt. A leírása alapján az UVA és UVB sugárzástól is megvéd, és szuper hír, hogy 100%-ban illatanyagmentes. Itt muszáj volt csalnom egy kicsit, hogy hitelesen tudjak pontozni. Kétszer már kipróbáltam ezt a krémet, hogy megnézem, hogy mennyire fénylik át a nap folyamán. Sokkal jobban vizsgázott, mint az eddigi fényvédőim, de egy egész napot ez sem bírt ki, úgyhogy nálam ez 10/9-es. I'm moving around. Tender, tell me what to believe. I ain't got a sweet tooth.
A nappali arcápolási rutinom ezzel véget ért, most visszamegyek mindjárt a nappaliba, mert ott sokkal kényelmesebben tudok sminkelni, és megmutatom nektek, hogy milyen újdonságokkal bővült a sminkkészletem. BB krémet vagy alapozót most nem fogok használni, ugyanis szeretném kipróbálni ezt az Erborian Water Gélt, amiről némi sejtésem már van, mert korábban kaptam belőle egy termékmintát, viszont újdonságnak számít, mert ez az első tubus a készletemben. Emlékeim szerint zseniális, pontosan ilyen bőrszínjavítót kerestem mindig is nyárra, ami nem elfedi a bőrömet, hanem csak egy ilyen kellemes, lágy, napcsókolta színt ad neki. Ez is egy nagyon-nagyon könnyed formula, hogyha jól emlékszem, ilyen zselés állaga van, és nagyon menő, mert ilyen pici fehér kapszulázott pigmentek vannak benne, amik a bőrre felvíve aktiválódnak és elszíneződnek. Én a bőrömtől egy árnyalattal sötétebb színt választottam, lássuk! Wide away, up and down, I'm moving around. Pontosan olyan, mint amilyenre emlékeztem. Nem tudom, hogy a felvételeken mennyire fog látszani az arcomon ez a kis bronzos csillogás, de nekem nagyon-nagyon tetszik, szerintem nyárra egy remek választás, úgyhogy ez nálam 10/10. Most pedig jön a korrektor. Képzeljétek el, hogy megvásároltam életem első Chanel termékét. Nagyon-nagyon sokszor ott hagytam a boltban, nagyon sokszor visszamentem érte, nagyon sokáig gondolkoztam, győzködtem magam, majd lebeszéltem magam, hogy nincs ilyen drága termékre szükségem, viszont tudom magamról, hogy már nagyon-nagyon régóta vágytam egy igazán minőségi korrektorra, úgyhogy most végül sikerült rábeszélnem magam, hogy beruházzak egy ilyenbe, és nagyon kíváncsi vagyok, hogy mit tud. To say, please make the strain go away. Hát, mit is mondjak? A színét azt jól eltaláltam, a fedése szép, azt, hogy mennyire lesz tartós, azt még nyilván nem tudom. Az a helyzet, hogy így most első próbára szerintem semmivel sem tud többet, mint egy 3000 forintos korrektor. Úgyhogy az árérték arány miatt ez nálam 10/7-es. Jöhet a púder, ami nélkül nálam nincsen smink, télen is és nyáron is használom, annyi különbséggel, hogy nyáron általában egy könnyedebb, átlátszó verzióra szoktam váltani. Amit tavaly használtam, azt nagyon szerettem, de elfogyott, és idén most sehol nem találtam ugyanolyat, úgyhogy egy ilyet választottam, aminek a kiszerelésével nem vagyok 100%-ig elégedett, mert a préselt púdereket sokkal jobban szoktam szeretni, de most adok neki egy esélyt. While it is spreading thin, ooh, 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 what to do? I am me and not you. Ooh, ooh, what to say? Please make the string go away. Pretender, pretender, tell me what to believe. I ain't got a sweet tooth. Maga a termék egyébként nem rossz, mert szépen lematította az arcomat, de ezzel a kiszereléssel továbbra sem fogok tudni szerintem megbarátkozni. El fogom használni, mert tényleg arcra felvíve szerintem jó, majd meglátjuk, hogy mennyire lesz tartós, de ez a kiszerelés továbbra sem nyerte el a tetszésemet, úgyhogy szerintem ez 10/8. Most jön a szemöldök formázás, illetve a bronzosító, pirosító, highlighter kombó. Ezek nem újdonságok a készletemben. A szemöldökön formázására mindig ezeket a NYX termékeket használom, amikről már korábban ódákat zengtem, mivel most nyár van, ezért a világosabbat választom. How many dressing up for me to play some ball? Seasons change. Still the same range.
folyékony szemhéjpúdert választottam, ami abszolút újdonság a készletemben. Ilyen nagyon lágy, vizes, csillogó hatást szeretnék elérni. Ehhez ezt a NYX terméket választottam. I am me and not you. Ooh, 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 what to say? Please make the strain go away. Hát nem annyira rossz, de azért ettől egy picit többet vártam. Kétszer is vittem fel a termékből, és konkrétan majdnem, hogy semmi nem látszik, úgyhogy nálam ez 10/6-os. Szemhéjtust is előszeretettel alkalmazok nyáron, és képzeljétek el, múltkor, amikor a kedvenc fodrász kellékesen bementem, akkor megláttam két szemhéjtust, ami nagyon megtetszett, már csak azért is, mert ketten együtt kerültek pár száz forintba, úgyhogy arra gondoltam, hogy vicces lenne kipróbálni, hogy mit tudnak. Ez a barna, ez elvileg vízálló, majd meglátjuk, és találtam egy ilyen aranyat is, ami szerintem csodás kiegészítője lehet a sminkünknek nyáron. Nézzük, hogy hogy mutatnak. How many mountains to get some confidence? How many debates to earn some tailwind? The years pass, I'm still the same. What will it take? Why the way? Hogy mennyire lesznek tartósak, egyelőre nem tudom, de nekem nagyon tetszik mind a két termék. A barna egy picit kevésbé intenzív, mint amihez szokva vagyok, de szerintem ez nyárra még talán jobb is. Az arany az viszont teljesen lenyűgözött, mert nagyon intenzív a színe. Mind a kettőt roppant egyszerű felvinni, és biztos vagyok benne, hogy ezt az aranyat nem csak az alsó szemhéjamon, hanem majd felül is fogom alkalmazni. Úgyhogy összességében egyelőre eddig nálam 10/10. A szemsmink megkoronázása, a szempilla spirál, ami nem újdonság a készletemben. Ez egy nagyon tartós szempilla spirál, és ami a legjobb, hogy barna színű. Ilyenkor nem szeretek rúst használni, úgyhogy a sminket ilyenkor általában csak egy ajakápolóval, vagy színezett ajakápolóval, vagy egy szájfénnyel fejezem be. How many right turns to reach some kind of goal? How many dressing up for me to play some ball? A sminknek az utolsó lépése ez esetben a sminkfixálás lesz, aminek egyébként nem vagyok nagy híve, mert a korábban próbált termékek közül egyik sem vált be, viszont most megvásároltam a MAC-nek a legendás sminkfixálóját. Érzésre kellemes, az illata nagyon jó, viszont hogy mennyire fogja a helyén tartani a sminket, azt egyelőre nem tudom, és mivel ezt nem volt időm tesztelni a videó felvétele előtt, ezért arra gondoltam, hogy majd a videóvágás közben ide a képernyőre kiírom, hogy a nap végére nálam 10-ből hány pontot ért el. Köszönöm, hogy itt voltatok, remélem, hogy tetszett nektek ez a videó. Hogyha szeretnétek, akkor írjátok meg kommentben, hogy nektek melyek a kedvenc nyári termékeitek, és hogyha nem szeretnétek lemaradni a következő részről sem, akkor iratkozzatok fel a csatornára. Találkozunk legközelebb is. Sziasztok!